Erdélyi György előadó művész idén megkapta a Kultúra 22 díjat, ez alkalomból otthonában látogattuk meg. Egészségünkre. Köszönjük szépen a meghívást. Most itt Rózsavölgyi kertjében ülünk. Számos elismerésben, kitüntetésben részesült már. Mit jelent önnek, hogy Kultúra 22 díjat kapott? A kerületben 15 éve lakom. A párom megkérdezte tőlem két hét után, hogy honnan ismerek már ennyi embert. Én azt a gyakorlatot folytatom, amit régen vidéken tanultam, jön szembe valaki az utcán, és köszönök. És legkésőbb másodszor vagy harmadszor visszaköszön. Nagyon sokakat ismerek itt, nagyon sok egyszerű, hétköznapi embert, magam is az vagyok, egyszerű hétköznapi ember. Nagyon sokfelé dolgoztam szemaszét az országban, fővárosban és itt is. Nagyon sok előadásom volt. Hála Istennek odafenn is észrevettek. Mi volt az a pont az életében, amikor ön az irodalom, a színház szerelmese lett? Pont 3 éves voltam, amikor édesanyám betegségem alatt a János Vitézt olvasgatta nekem, és a János Vitézt, amikor befejezte, kérdezte, hogy mi legyen a következő, és akkor mondtam, nem kell következő, ugyanez előről. Meg harmadszor, meg ötödször, meg tizedszer. Hát szegény anyámnak más dolga is volt, mintsem, hogy nekem János Vitézt mesélni, időnként spórolni szeretett volna. Én azonban azt mondtam neki, hogy nem, mama, ne hagyd ki azt, hogy, mert azt mondta, jó Isten, ezt tudja már az egészet. Én ezt nem győzöm már idővel, meg türelemmel. Fiam, mondta apámnak, meg kell tanítanunk olvasni. Megtanítottak olvasni, még nem voltam 4 éves, olvastam. Mindig egy kicsit előbbre tartottam, amikor általános iskolába kerültem, és a gyerekek az első betűket rajzolgatták, és a tanítónéni odajött, hogy te mit csinálsz? Olvasok. Hogy olvasol? Hát most én már tudok írni, meg tudok olvasni. Mit olvasol? Gárdonyi Géza, az Egri csillagok. Mert akkor már volt 5 vagy 6 könyv. 10 éves koromra kivégeztem gyakorlatilag az általános iskolás irodalmat. Akkor így kezdődött, és mi volt a folytatásban? Ki volt az, akitől útravalót kapott, akitől segítséget kapott? Ez nem irodalom csak, és én nagyon nem vagyok egy foglalkozású. Az, hogy a versek meg szépek, meg jók, meg ilyesmi, de ugyancsak 4 éves vagy 5 éves koromban inkább elvittek a Paulai Ede utcába, az Ifjúsági Színházba, ahol én láttam egy darabot. Napokig nem tudtam aludni, utána olyan iszonyatos hatással volt rám. Egy elképesztő figura játszott benne, és én aludni nem tudtam éjszakákon keresztül.
Később aztán megtudtam, hogy az a színész, aki ezt a szerepet játszotta, nagyon jó ismerősöm. Azt nem merem mondani, hogy barátom, manapság ilyet sokszor mondanak. Somogyvári Rudolf volt. És én látva ezt a darabot, csöndesként elhatároztam, hogy én pedig színházat fogok csinálni. Snit. Elmúlik 35 év. Én a Bartók Színház tagja vagyok. Ez ugyanaz a színház volt, ahol én 4-5 évesen ezt a darabot láttam. Kiderült, hogy ezt próbálják. Én azt hittem, infarktust kapok, amikor kiderült, hogy kihagytak belőle. De helyettem az a szereplő kapott infarktust, aki ezt a szerepet játszotta, és a premier előtt 4 nappal. Megkaptam a szerepet, és eljátszhattam. És akkor ez milyen érzéssel töltötte el ön? Elképesztő, ez misztika. Ez misztika. Ez, szóval ilyen, ez nem véletlen. Ilyen véletlenek nincsenek. A színészethez, az előadó művészethez kell egy jó adag exhibicionizmus és önbizalom is. Ez mindig is megvolt önben, vagy ez egy folyamat volt? A legtöbb ember azt hiszi, hogy ehhez a szakmához exhibicionizmus kell. Én rólam szól, fel kell tuningolnom magam, ezt meg azt. Soha nem így gondolkodtam. Lehet, hogy én egy kakukktojás vagyok. Ma meg tudom fogalmazni azt, amit 10-valahány éves koromban csak éreztem. Akkor nem, ha megkérdezik, nem tudok rá válaszolni, most tudok. Én 2 nagyon fontos dolgot tettem magam elé, és ennek megfelelően éltem le az egész életemet. Az egyik. Nem lehet valaki exhibicionista, ha a szolgálat a dolga. Az, hogy elmenni az emberek közé, mindenütt jártam. Mindenütt, kicsi gyerekek között, óvodások között, általános iskolások között. Csináltam 2000 rendhagyó órát, tanítottam általános iskolában, középiskolában, egyetemen. Szolgálni kell. A legnagyobb emberek soha nem kapni akartak, mindig adni akartak. A másik, ugyanolyan fontos, hosszú időt töltöttem el a világban, színészek között, és nincsenek nagyon barátaim a színészek között. Van 1-2, nem sok. Bubik Pistát nagyon szerettem. Pistával nagyon jó barátok voltunk. Császár Angéla. De ezek, mint emberek is nagyszerűek voltak. Beteg lettem egy színházi öltözőben, attól a sok ostoba, értelmetlen, fényeskedő fecsegéstől. Lehetetlenség egy öltözőben bekapcsolni. Egy öltözőben csak kikapcsolni lehet. És vegye észre, hogy a közönség ugyanezt teszi. Egy közönség megélni akar, és nem élni, mert az 2. És a közönség kikapcsolódni akar, nem bekapcsolódni. Se házam, székem, asztalom, surabájában vásált gyöngyön. Foszlott magasnyakú pulóver, fekszem könnyéken, puszta földön.
De semmi vész, gyermekeim. Sajnálnotok fölösleges. Világokat varázsolok, amikor akarom. Szemem húnyom, és belső faláról elém nyüzsög nakong szipán. Orrom előtt datolja, kókusz, ceppelin forma marcipán. Ez az én úszó szigetem forog gyöngyöző tengeren. Halért, csigáért, osztrigáért csak lenyúlok, és kiemelem. Poharamon jégharmata. Hírlapot is röpítene valami, sosem volt madár, persze, ha kellene. Ide civilizáció lábát be nem teszi. Volt egy időszak az életemben, amikor borzasztó drukkos voltam. De annyira, hogy folyt a víz a kezemen. Aztán egy kis idő múlva rájöttem arra, hogy ez mindig akkor van, ha nem vagyok tökéletesen felkészült. Aztán meg kellett tanulni olyan technikákat, amelyeket én azt hiszem, hogy a színházművészetben kevesen alkalmaznak, de a versmondók sem. Meg szokták kérdezni tőlem, hogy honnan a bánatos Mari néniből tudsz ennyi szöveget megjegyezni? Hogy tanulod te a szöveget? És amikor elmondom, akkor mindig csodálkoznak rajta. Én nem a szöveget tanulom. Én játszom a szöveggel, mint a macska a papírgalacsinnal. Hülyéskedek vele. Nem kialakítom a szöveget. Amire figyelek, az az, ami a szöveg mögött van. Az a zene, ami bennem keletkezik. Az a kép, amit én látok. És a végén nem a szöveget mondom, hanem ide-be vetítenek azt, ami a végén összeáll. Erdélyi György párjával, Gyékamarás Kata fazekas keramikussal él Rózsavölgyben. Az agyagalkotások szinte mindenütt megtalálhatóak, a kertben és a házban egyaránt. A kert, ahol az előbb jártunk, az elképesztően jól komponált, olyan, mint egy kis remek mű, de ez az otthon, ez pedig még inkább inspiráló. Kik vesznek minket itt körül? Rengeteg műalkotást látunk itt. Amikor még önhibámon kívül fiatalabb voltam, sokat jártam szanaszét Magyarországon, meg Erdélyben. Nagyon szerettem a népi kerámiát, és én hiszem, hogy nincsen véletlen. Itt a gyűjteménynek egy része közös, amit a Kata gyűjtött meg én, néha teljesen hasonló darabok voltak. A képek és a tárgyak pedig a barátaim. Ezek elég komoly értékű képek, de egyet sem vettem közülük. Én ezeket kaptam. Meg se tudtam volna vásárolni. Én sosem voltam egy felülfizetett művész. Csandesként megéltem abból, ami... De ezek az emberek, ezek megismertek engem, meghívtak. Egy részük halott már, Bálint Endre például. Itt mögöttem van egy Berki Viola, ő is meghalt szegény. Itt van egy Kondor Béla, ő is meghalt szegény. De ezeket a kezembe nyomták. Tehát a velük töltött idő, a velük töltött beszélgetés, a tőlük kapott, nekik adott szellem, ez volt a fontos, nem a tárgy. De sosem volt az inspirációm csak szakmai. Volt olyan, hogy
egy figurának a mozgása és forgása egyszer csak egy Gauguin képből jött le. Megláttam egy figurát, és ugyanazt a figurát egy másik képen. És megvolt az, amit szerettem volna. Előadó művész, színpadon rengeteget szerepel, tanított, ír. Ha a tükörben néz, akkor melyik az a szerep, ami legkedvesebb önnek? Az a legkedvesebb szerepem, hogy reggel kimegyek, általában nagyon álmosan, és ha rossz formámban vagyok, úgy belenézek a tükörbe, és köszönök. Ez egy visszatérő szerep. Ki ez? Nincs kedves szerep. Nincs kedves szerep. Megoldott szerep van, meg elrontott szerep. Nincs kedves költő. Az van, amit én megértek, ami hozzám beszél. Amikor kiderül, hogy valami másról szól, mint egy szövegről. Volt nekem 3 olyan emberem, akiket naponta megköszönök az Istennek, hogy ezt a 3 embert én egy levegőt szívhattam velük. Tőlük kaptam a legtöbbet. Az első Ruszt József volt. Még főiskolás korában megismertem. 17 éves korában Shakespeare-t akartam játszani, mert rettenetesen beleszerettem az angol Shakespeare filmekbe. És én elég makacs ember vagyok, ha egyszer elhatározok valamit, azt megcsinálom. Csak éppen nem tudtam, hogy mit kell csinálni. És véletlenek az életben nincsenek, az iskolai igazgatóm tanította Jóskát, és Jóska akkor 3. éves főiskolás volt, és borzalmas tehetséges. És ő elvállalta a 3. Richárdnak a rendezését. És amikor már ott dolgoztunk valamit, azt mondta, hogy ide figyelj, öregem, hagyd már a fenébe ezt, amit csinálsz. Mert egy kicsit utánzod az Olivier-t, egy kicsit utánzod a Majort, nem kellene. Nem, ez imitáció. Jegyezd meg, hogy a színház nem imitáció. Jó, akkor mi legyen? Szedd elő magadból a gyerekkorod gonoszságát. Szedd elő, hogy milyen voltál, amikor utáltad magad, és amikor utáltak téged. Emlékezzél, és idézd fel. És ebből lett egy koravén kölyök, aki egyszerre játszott, és volt szadista, és gyilkos humorú, és gyilkos. És én voltam mindegyik. Mert Rusz megtanított arra, hogy hogyan kell saját magamból kiásni azt, amit néha legjobb lenne elfelejteni. Ő sosem színpadi vagy figura példákkal jött, ő mindig zene példákkal jött. Ma már több zenét hallgatok, mint költészetet olvasok. Pedig mindig olvasok. A zene az a fajta csoda, ami szavak és megfogalmazás nélkül a legmélyebbre nyúl bele az emberbe, és szabadít föl olyan jelenségeket, amit nem biztos, hogy meg tudok nevezni. Meghatározó szerepet tölt be életében a sport is, ami megtanította elkezdeni, folytatni és befejezni a dolgokat. Én világéletemben, kicsi gyerekkorom óta elvarázsoltja voltam a hegyeknek. Nekem már 5 éves koromban eldöntött dolog volt, hogy én a hegyek közé fogok menni, a magas hegyek közé. De hát az 50-es, 60-as években erre nem volt alkalmas a világ, viszont az első adandó alkalommal, amikor lehetett, én mentem.
Én 12 évet másztam hegyet, és elég keményen. Na most, nincs az a színész, aki tudja azt, hogy mit jelent egy szerep megformálásban az, hogy fölmegyek egy majdnem 5000 méteres csúcsra, legszívesebben visszafordulnék, de nem, nekem oda el kell jutnom, és a végén fönt ülök egy csúcson, alattam a felhők, és mint a tengerből a sziget, két csúcs még kiemelkedik. És én ott ülök a világ fölött a napfényben, és hallgatom a szél zenéjét. Teljesség az mit jelent önnek? A nagyon megoldott részekből áll össze. A sok-sok kiművelt, megoldott rész, vagy a kegyelmi állapot, ami mint a villám vág bele az emberbe, egy fél pillanatig nem készült rá, és mégis eltölti. Megöregszem, pincét akarok, semmi más nem akarok már az élettől. Gyalog megyek majd ki, és nagyon fogok vigyázni, hogy a környékbeliek, a szőlőgazdák soha ne szerezzenek tudomást valahogy városi. Volt olyan előadás, ezek életem legnagyobb élményei, amikor a közönség mozdulatlanul és csöndben 5 percig ült, és nem tapsolt. Ült, maga elé nézett, és én ezt a legnagyobb ajándéknak éreztem, hogy nem verte szét hagyományos módon, és ricsajozott, hanem 5 percig csönd volt. Volt-e valaki olyan az életében, akitől olyat tanult, ami a hagyományos színházi gyakorlattól eltér? Igen. Időben először 1,5 évet töltöttem Párizsban, ahol a világ talán egyik legnagyobb színház rendezője, az angol Peter Brook, éppen akkor szakított a hagyományos angol színházzal, pedig ő volt az első számú rendező. Ott hagyta a Royal Shakespeare Company-t, átjött Párizsba, megalakította a Nemzetek Színházát, és ott több mint 30 különféle országból származó fiatallal egy olyan színházat kezdett csinálni, ahol a gesztus és a mozgás volt a lényeg, és nem a nyelvi. Tehát megváltozott a színház szerepe. Brook később aztán elment olyan helyekre, ahol még ezt a szót, hogy színház, nem is hallották. És ez a rendkívül vegyes összetételi, ott volt brazil, japán, szerb, angol, magyar, olasz, német, de mindenkinek a saját anyanyelvén kellett dolgozni. Az én partnerem egy szuaheli volt, aki nálam 2 fejjel magasabb volt. Tehát amikor ő magyarul, én magyarul, ő szuaheliül beszélt, ekkora lába volt, és én fülbevalónak akasztottam az afrikai szandáját a fejemre. Egyszerűen játszani kellett, játszani, és soha nem tudtuk, egy pillanattal előtte nem tudtuk azt, hogy mit fog csinálni, de nekem reagálni kellett rá. Ezt a fajta színházat ma 1-2 experimentális magyar színház talán tudja. A közönséget ez itt nálunk nem érdekli. A másik, akitől talán életemben a legtöbbet tanultam,
szegény jó barátom, aki meghalt, Szabados György, akire azt szokták mondani, hogy ja igen, már aki ismeri, jazzzenész, nem jazzzenész, szabad zenész, nagy különbség. Meg orvos, meg költő, meg esszéíró, meg gondolkodó, egy hatcsillagos kulturális jelenség, aki az egyik legjobb barátom volt, és akivel éveken keresztül dolgoztunk együtt. Megtanultunk úgy dolgozni, hogy én nekem fogalmam nem volt, hogy ő mit fog játszani. Megtanultunk végre olyat csinálni, hogy az én szerkesztett előadásaim már nem szerkesztett előadások voltak, hanem ő játszott, és én elkezdtem a repertoáromból arra dolgozni, amit ő csinált. 2 perccel előtte nem tudtam, hogy mit fogok mondani, de épült, és ő építette, és én építettem. És amikor én voltam soron, mert olyan is volt, hogy ketten voltunk együtt, volt olyan, hogy ő szólózott, volt olyan, hogy én szólóztam. Egy különös kalács volt töltelékkel, amit együtt kellett enni. De ehhez kellett az, hogy én halljam, hogy hogyan működik ő a zenészeivel, neki kellett hallani bizonyos dolgokat, amiről majd a versek kapcsán mesélek. Akkor nézzük meg azt a helyszínt, ahol a verseket is szokta tanulni. Ez a szobácska, ez egy ilyen kis cella dolgozó jellegű. Itt vannak a könyveim, az írásaim, ott a repertoárom bedobozolva. Itt szoktam irogatni. Néha egy író barátommal. Ez egy jó kis hely, úgy beásni magát az embernek. Igen. Azok a székek azt kívánják, hogy üljünk le oda, úgyhogy foglaljunk szerintem. Hát a székek azt kívánják, úgyhogy parancsoljon. Számtalan kötetet találunk itt a vers, az mit jelent önnek? Mindent. Ahogy kezdtem, 3 éves koromban elmátkázódtam a verssel, és nekem a vers az létforma. Létforma. Kicsit olyan, hogy levegő, nem tudok létezni nélküle, kicsit olyan, mint egy szakácskönyv, végy. Hogyan kell egy verset a kezünkbe venni? Nem tudom. Nem tudom. Én azt tudom, hogy a vers az a legigazabb önmagunkkal való szembesülés. Az olyan annak az embernek, akinek még épek az érzékei, mint amikor az ember, ez a szó is elhangzott már, villámcsapásszerűen szembe találkozik az életben azzal, akit neki rendeltek. Ez nem szerelem, az több. Több. Na most, az a fajta elementáris elragadtatás, ami az embert, te jó Isten, hányszor gondoltam én már erre, és itt van, és így van itt. Vannak dolgok, amiket meg lehet csinálni 2 hónap alatt. A Pilinszki estemen 15 évet dolgoztam, amíg elkészült. Nem hajtottam. Illetve hát 12. évben tartottam, amikor bemutattam, és akkor azt hittem, hogy kész.
Nem lett kész. Még mindig nem lett kész. Csak be kellett mutatni, mert drága, boldogult Jancsó Adrián megunta az én vacakolásomat, és azt mondta, hogy kitűztem. Kitűztem. Vers és dal a várban. Kitűztem. Egyébként hát neki és a barátnőjének a versügyben iszonyatos sokat köszönhetek. Igazából a barátnője fedezett fel. Ez volt az első igazi felfedezésem, Török Erzsébet, Kossuth díjas, Kodálytól kapta a Kossuth díját. Csodálatos volt. Mind a ketten kolozsváriak. És akkor Erzsike elvitt Adriánhez, és rengeteget dolgoztunk együtt. Sok mindenkitől tanult, sok mindent tanult az életben. Mennyire fontos ennek a tanítás? Sajnos nem taníthattam annyit, amennyit szerettem volna, és annyit sem, amennyit valójában taníthattam volna. Én egy hátrányos helyzetű pasi voltam. Engem már 6 éves koromban kivezettek az iskolából, mert osztályidegen voltam, úgyhogy ilyen pótiskolákba jártam. Nem vettek fel soha úttörőnek, nem vettek fel soha a kézbe, ezért aztán egyetemre sem mehettem. 10 éves koromban van az aktáim között az első feljelentés, és állítólag elég szép anyag gyűlt ott össze. Tehát nem sok esélyem lett volna, mint ahogy színművészetire se vettek fel, meg bölcsészetre se. Bölcsészeten egyébként 2-szer is maximális pontszámot értem el, de akkor helyi hiány miatt nem vettek fel. Ugyanakkor meg jártam egyetemre, Cine Miska, drága ember. És nagyon komolyan vizsgáztatott, csak kikötötte, hogy a vizsgát azt a kocsmában fejezzük be, nagy borivó volt, Isten áldja meg halóporában is. És úgy tanított, hogy közben már közösen csináltunk például erdélyi esteket. Aztán ilyen bot csinálta, tanító lettem először. Batthyány utcai iskolában, aztán egy szakközépiskolában, aztán a Szent Györgyi Albert gimnáziumban. Aztán meghívtak a Szent Margitba. Ott nagyon élveztem, nagyon szerettem. Kicsit frusztrált, hogy rettenetes mennyiségű papírmunkát, meg felesleges marhaságokat kellett csinálni. És akkor volt olyan, hogy tudom, én éjjel egyig dolgoztam, és 6 óra előtt már kelni kellett, és volt olyan nap, hogy volt egy előadásom, 6 órám, és egy színjátszóköröm. Úgyhogy ezért úgy eléggé. De nagyon szerettem csinálni, és állítólag ment is. Van-e olyan, amiről úgy érzi, hogy azt még szeretné megvalósítani, igen. Szeretne tenni ezért? A beszélgetés elején azt mondtam, hogy az, hogy az ember végezze el magával, hogy a tevékenysége szolgálat, és nagyon-nagyon egyszerűen, és nagyon-nagyon visszahúzódva illik az ilyet csinálni. Van-e valamilyen kívánság, amit így szeretne a közeljövőben megvalósítani, vagy ami most gondolkozik? Igen, van. Van. Ez nem az én kívánságom, ez azt hiszem az önkívánsága is. Az önkívánsága is. Nagyon kevesen fogalmazzák meg.
ez az átpolitizált világ, ahol már régi jó barátok sem köszönnek egymásnak, ahol megszűnt a szolidaritás egymás iránt, ahol megszűnt a kölcsönös segítségnyújtás egymás iránt. Én azt hiszem, hogy nekünk nem azzal kellene foglalkozni, amivel a politika foglalkozik, mert elveszítjük saját magunkat. Széthullik a család, széthullik a társadalom, hiába írnak vezércikkeket, meg egy-két jó szándékú politikus megpróbálja megtámogatni ezt a programot, az emberek nem férnek össze egymással. Azok a fajta régi beszélgetések, együtt dumálások, együtt hallgatások, hümmögések, bólogatások megszűntek, nincsenek. Ha egyetlen egy dolgot kívánnék, kívánhatnék, ha volna rá lehetőség. Én nem magamnak. Én a legkisebbtől a legnagyobb közösségig, a családtól az országig. Valami csendes együttműködést, békességet, egymásra figyelést. Ez a legfontosabb. És ebből van ma már a legkevesebb.